szóval megpróbáljuk, ha szelettel is, meg élő hallal is, így víz közt, pontyozónak szánt etetőanyagot ide beszórtam magam elé. Hát a balin az elég ravasz, azt nem biztos, hogy át lehet így verni. Amíg ott voltam bekötve, itt csapkodott egyfolytába. De megpróbáljuk. Ezen halszelet. Amazon élő hal. Próba. Nem horgáztam még így, de megpróbáljuk. Ugye azért a kis hal csak nem megy bele a fű közé teljesen, hogyha így föl van állítva a bot. Pontnak nem látom esélyét, egy métert jött a víz fölfele. Lényeg, hogy a horog súlya pont elég, hogy víz közt megálljon a csalihal, meg a halszelet. Úgyhogy ha bármilyen mozdítás lesz, az 100%, hogy a bal oldani az kapás. A jobb oldalon meg észreveszik, aki kapja a balina botot. Most már majd csendbe kell lenni, csak azért jelentkeztem be, hogy... Úgyhogy a helyzet van. Tehát gyakorlatilag víz közt süllőzök, halszelettel is. Na most a halszeletet is elkaphatja ám balin is. Horog méretet úgy választottam ki, hogy azért pici súlya legyen. A sülőre is gondolunk, hogy esetleg lesz. Meg gubanc is úgy látom. Egyik rámegy a másik. Gyakorlatilag vízközti horgászat, olyan, mint a pergetés, csak csendben vagyok. Hát, illetve nem vagyok csendben, mert beszélek. Meglátjuk. Ha a bal oldalit megpiszkálta volna valaki, figyeljük csak, ütés volt. Hát ugye keszeg is, gép is feljön érte, meg piszkálja. Meg reméljük a sülő is. Kis hal is, a halszelet is mozgatja. Eléggé behúztam a féket, hogy ne menjen be a bokorba. Most már csendben leszek. Majd már csak akkor jelentkezek, ha... Na jó, csendben voltam. Akkor jelentkezek, ha halam lesz. Néha a kis hal is úgy megindul, hogy az ember azt hiszi, hogy ragadozó megfogta. Jó megetettem itt a csónak előtt, végül is süllőre etetve. Idősebb horgásztól láttam, hogy volt neki megmaradva kajamaradék, rizs, azt hiszem, és még az is jó, mindegy, csak fölkeltse a apró halak érdeklődését, hogy a süllőzőre eltetett. Vagy lehet, hogy erre egy kis stílolmat nyomok, hogy lentebb kerüljön a halszelet. Tehát terített asztal várja a balinokat, süllőket is. Süllő is jön itt a szélén is.
Sajnos nincs nálam a pergető doboz. Így pergetni nem tudok, de ugye a rácsorgásos pergetés ilyen nagy víznél veszélyes is. Nagyon gyors a víz. Szinte félelmetes már ilyenkor. Kollega ott horgászik. Na majd meglátjuk. Szerintem ő is hasonló felszereléssel. Mert más tudja nem lehet. Ilyenkor azért csak kijönni ezt a kis bogyót csipkodni a hal. Arra meg kijönnek a ragadozók. Nehogy pontyot fogjak halszelettel. GoPro Stop Recording.